Van merszed szembenézni önmagaddal? Bizonyítani szeretnél magadnak? Várunk a 13. kerületi termünkben napi hat edzése, korszerű felszereléssel, jó társasággal. Totósport. Senki sem mondja, hogy könnyű lesz, de megéri. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha ellen mondott, le nem írt őszintességgel val a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu a Dino Sportiradó szakmai partnere, a Magyar Tekvandó Szövetség támogatója, a Kvon. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat! Híradónk vendége, ifjabb Lázár Zoltán, utánpótlás válogatott, díjugrató. Szervusz, üdvözöllek! Jó estét kívánok! Ugye jól mondtam, nem hagytam ki semmi fontosat. Nem, egyelőre megvan minden. <laughs> megvan minden. Majd az lesz szép, amikor az ről éremmel jössz. Hát az igen, a... nekem eddig az európa bajnokságok elég keserédesen sikerettek, hiszen 2011-ben én egy negyedik helyet értem haza, kettő századdal gyorsabb voltam, mint az akkori első helyezett, azonban az összevetésben az utolsó ugrást tettem le, uh -huh. és így csúsztam le a dobogóról. Tavaly előtt, 2015-ben pedig hatodik helyet értem haza Wiener Neustadtból, Ausztriából. Ahol pedig az utolsó pályán elkövetett verőhibámmal csúsztam le az aranyéremről, és 3,5 hibapontra voltam az aranyéremtől, egy verőhiba pedig, ugye négy hibapont, úgyhogy egy, egy verőhibán belül voltam az aranytól. Hát, nem baj, még fiatal vagy, ilyen kortomról az ember, azt mondják. Hát, hát igen, ne, ne így fogjuk fel. Én, én hiszek a sorszerűségben, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindennek megvan a miértje, remélem, hogy ezt majd visszakapom az élettől, és esetleg majd felnőtt kategóriában, vagy most a 19-21 éves korosztályban visszakapom, és egyszer éremmel térhetek az európa bajnokságra. A tavalyi Európa-bajnokságom sem sikerült túl jó, hiszen én már ötödik alkalommal legeredményesebb magyarként kvalifikáltam magam a döntőbe, azonban a lovam kapott egy bakteriális bőrfertőzést, ami miatt belázasodott. És így vissza kellett lépjek a döntőtől, úgyhogy talán az egyik legnagyobb esélyesként várhattam a finálét. Úgyhogy az európa bajnokságok nekem nem jöttek össze, a magyar bajnoksággal tudtam vigasztalódni a tavalyi évben. Hát igen, az itt... Itt van is volt, hogy a Kaposváron is volt a nagy nemzetközi torna, mint ugye azért csak ér, Igen, tehát, mesterek tornájának. Az, azért, azért, vannak most, itt azért. És a Gróf Széchenyi István emlékversenynek is a ö, sok tíz éves történelmében én vagyok a legfiatalabb győztes. Tehát az, tehát itt hangok, azért vannak győzelmek. Magyar nemzetközi verseny, felnőtt versenynek én vagyok a legfiatalabb győztese, igen. Most tulajdonképpen te felnőttek között már azért elindulsz mindegyiken, vagy még azért még, 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 gondolkodsz, hogy melyiken érdemes? Hát most már a 19-től 21 éves korosztály és a felnőtt korosztály Európa Bajnossága között már a hatalmas különbség nincs, ezért mm -hmm. én úgy gondolom, hogy a felnőttek között kell készülni ahhoz, hogy az Európa bajnokságon esetleg érem eséllyel tudjak kiutazni az Európa bajnokságra és hát így is tudjak haza, haza, kerülni, úgyhogy én szeretnék idén a felnőtt válogatottban is már Hú, indulni. Hát csak, a, csak most hirtelen Hugyet, Szabó Gabi, és, Tóth Tóth Laci, és akkor Lázár, Hát jó lenne ö, oda kerülni, de, de hát. Akkor ettől már azért... sokat fogunk várni ettől a csapattól viszont, mert ezek mind nevek. Hát azért a tavalyi évben is egy nagyon erős ö, kvartettünk volt, hiszen a budapesti CSC-t megnyerték, és Szabó Gábor révén pedig egyéniben is győzelem született a díjban, Úgyhogy nagyon már nehéz lesz beverekednem az. magam az első számú csapatban. Talán az idei évben ez még nem is cél. Én szeretném őket segíteni, és mm -hmm. esetleg ötödik ö, beugró csapattakként szeretnék részt venni az a Egy-egy Nemzetek mm. Diában. Nem a legfontosabbakon, de Egy-egy Nemzetek Diában már szeretném magam megmutatni a felnőtt válogatottban. Egy beugró az mikor kap lehetőséget? Hát akkor, hogyha az első, ö, a négy lovas közül, akik ö, benne vannak az első számú csapatban, valaki megsérül. Mm. De hát azért van öt eredményes magyar lovas jelenleg is, hiszen eddig Szász Sándor volt az ötödik csapattag minden egyes Európánosságon. Akkor meg kell küzdened? Hát úgy néz ki, igen. A, a felnőttben még nincs stabil helyem. Talán úgy gondolom, hogy a fiatal lovas válogatottban ott stabilnak érezhetem a pozíciómat. Nyilvánvalóan tehát teljesítmény is kell hozzá. De úgy gondolom, hogy ott egyik első számú csapattak ki számolnak velem. Hát a felnőtteknél még be kell verekedjen magam, de hát ez ilyen. A lóállományod az milyen? Hát jelenleg öt lóval dolgozom, most úgy gondolom, hogy nincs első számú lovam, kettő olyan ló van, amire én első számúként tekintek, Lacrimadi, medifeli és Katyúsa, mm. és mindkettő lovat úgy készítem, hogy bármelyikkel indulhatok az Európai Bajnokságon, és amelyik éppen jobb formában lesz, mm. és több eredményt tud felmutatni De az idei szombat. A szinten is, hogyha minden jól megy ők, nekik ott kellene lenni Igen, Tocson? mind, a, ezek olyan mind a két lónak, igen mind a kettőnek fontos versenyeket szánok, és megnézzük azt, hogy melyik tud több eredményt felmutatni az idei szezonból, és azzal fogok neki vágni az Európa bajnokságnak, ami júliusban, Szamorinban, Szlovákiában kerül megrendezésre. Számoltad már, hogy gyerekkorod óta hányszor kérdezték meg, hogy miért nem hajtasz fogatot inkább? Hát elég sokszor, elég sokan feltették már ezt a kérdést, igen. De hát ez úgy alakult, hogy én hat éves koromban még fogatot hajtottam, azt tudni kell, hogy a fogadhajtás három részből áll, a díjhajtásból, a maratóhajtásból és az akadályhajtásból. Ezen belül a díjhajtásban a lovak elengedettségét, jármódját és a különböző feladatoknak a végrehajtását pontozzák, és édesapám ekkor azt mondta, hogy ha versenyen is szeretnék indulni, ahhoz el kell sajátítanom a lovaglás alapjait, és így kezdtem el lovagolni, aztán itt ragadtam. Rájöttél? az ugrás Hát szépségére. igen, talán, talán, itt egy kicsit közvetlenebb a kapcsolat így a ló hátán ülve, mint, mint fent a bakon. Talán ez az, ami, ami megfogott ebben. Valamint így kicsit, ez az út egy kicsit nehezebb, hiszen ez még nincs kitaposva ez az ösvény. Azonban az összehasonlításokat is... Akkor te ö... érzed a lovat akkor. Ez az azt jelenti. Mert hogy észrevetted azt, hogyha fogad, a, a bakon ülsz, meg ha nyerekbe ülsz, az hát, két, két, más a kapcsolat. Ma, más, 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 dimenzió. Persze, akkor, teljesen, teljesen. teljesen. más a kapcsolat, és én nekem ez megtetszett. Hát így igazából az összehasonlításokat is elkerülöm, tehát ami édesapám részéről érne. De jó, de hiszen... mégis akkor nem ez volt a lényeg, és erre voltam kíváncsi, nem, amit nem, nem emiatt, nem, nem emiatt, hanem nem pontosan emiatt, emiatt az érzés Sőt, miatt, ami, amit nyújtasz, hogyha lóz Ez az út úgy vagy. gondolom, hogy nehezebb, hiszen ez nincs kitaposva, és nincsenek olyan eredmények eredményes sportolóink, mm. mind nagybátyám Jó, de vagy -e édesapám. így gondolkodtál most, melyik, melyik lesz az eredményesebb, melyik Nem, lesz nem, szó? amelyik jobban tetszett. Tehát Ennyi. soha nem volt rajtam presszió, soha nem mm. éreztem magamon nyomást, hogy még, még olyan téren sem, hogy nekem lovakkal kell foglalkozni. Mm. Én fociztam, úsztam, vízilabdáztam, amit lehetett, én kipróbáltam. Lekvandó? Ö, nem, az pont nem, de majdnem minden más, például karatézni karatéztam, mindent kipróbáltam, és valahogy mindig visszatértem a lovakhoz, és nekem, nekem mindig az állt a szívem az a legközelebb. Hát az, a érzi a lovakat, most nem fizikálisan, hanem úgy lélekben, az, az már nehezen tud megszabadulni. Hát persze, nagyon-nagyon fontos a gondolatátvitel, tehát azon mindenki képes, nem mindenki született így. Hogy nem, ezt... hát minden sportban kell egy alapvető érzék, így hogy ahhoz van. az adott sporthoz az adott sportolónak érzéke legyen. Ugyanilyen a lovaglás is, de ugyanilyen a forma egy. Én, én ezt a sportot azért tartom sokkal szebbnek, legalábbis számomra sokkal szebb, mint mondjuk egy technikai sport, hiszen itt két szív egyszerre dobban, Igen. és két akaratnak kell érvényesülni, és két sportolónak kell, hogy egyszerre csúcsformába kerüljön. Ez így igaz. Akkor Rendő Olimpiai Bajnokkal beszélgetek? Hát ö, majd meglátjuk, ö, az még messze van. Én szeretnék kijutni az olimpiára, tehát én nekem három éves korom óta ö, az az álmom, hogy olimpiára kiussak. Magyar Gyűjtő nagyon-nagyon régen jutott ki olimpiára, bízom benne, hogy éleszek a következő, de az lenne a hogy hogyha csapattal sikerülne megszereznünk ö, a kvótát, ö, amire az idei évtől nagyobb lehetőségünk nyílik, hiszen a Nemzetközi Lovas Szövetség egy kicsit könnyítette a kelet-közép régió uh -huh. számára volt a kvóta szerzésen. Sokat nem, de egy kicsit könnyítettek. Hát most van egy jó pár név, hogy felsoroltuk, úgyhogy most már csak sikerül, nem? Akik most így formában vagytok. Hát igen, nagyon-nagyon-nagyon. És a sok... lovak is jók most már, ugye? Tehát a... Hát nagyon-nagyon sokat Ugye? Javult a jó volt a És nagyon sok jó lovas is van. Tehát mm. ez ö, elég nehéz. Egy-egy ilyen Európa-bajnokságon, amiről ö, az imént szó volt, 120, akár 130 induló is ö, indulhat. Mikor szokt eledzeni? Hát ö, hétköznap ö, egyik nap, hétfőtől péntekig, és hát péntek, szombat, vasárnap. Tehát hogy van? Hétfőtől, hétfőtől csütörtökig, bocsánat, hétfőtől igen. csütörtökig edzek egy alkalommal. Egyszer valamikor, egyszer amikor az órarend megengedi. Igen, amikor mert az órarend rend megengedi. Rendesen, igen, napkorira... én egy rendes gimnáziumban, a premont és Szent gimnáziumban tanulok gödöllön, igen. Amikor a napi rendem megengedi, akkor hétfőtől csütörtökig lehetőség igen. szerint edzem egyszer és péntek, szombat, vasárnap pedig edzem Győrben. Jó, jó tanuló, jó versenyző díjat is kaptam. Igen, jó hogyha? tanuló, jó sportoló díjat kaptam két éve. Mennyit tanulsz? Hát relatíven nem olyan sokat szerencsém van, hiszen ö, a dolgokat elég könnyen megjegyzem uh -huh. az iskolában, de hát nyilvánvalóan kell a befektetett munka is. Én hálás lehetek a sorsnak, hiszen a szüleim mellett egy ö, nagyon jó csapat van mellettem, gondolok ez alatt a luápolótól, az állatorvosi tímtől, az edzőmtől kezdve, ö, mindenkire, akik segítik a munkámat és, és meg is könnyítik uh -huh. ezt. Leteszed a könyvet, behajtod, és akkor mész ki, ott van a ló, már lepucolva, felnyergelve, Hát, hogy igazából megtan megtan megtanulom az egyik tantárgyat, már... kimegyek, lovagolok egyet, de, ez engem de feltölt. De így történik, hogy, hogy már ott van, már felnyergelve, lepucolva a ló, és akkor már csak föl kell szállni rá? Általában igen, azért arra már nincs időm meg, hát azért öt lóval dolgozunk. Igen, igen tehát... Bocsáss visz... meg, hogy én aljas voltam csak... Nem, viszonylag nagy a hát régen természetesen ez mindennek az alapja, meg kell tanulni lepucolni a lovat. Hát ugye a kontakt miatt már ugye. Persze a kontaktus miatt, ami érdekes, hogy egyébként nekem ez nem volt olyan egyszerű, hiszen én aszmás vagyok és allergiás is egyszerre, és a lószőre is allergiás, hogy a kédesapámtól örököltem, ő is allergiás. Tehát -e ez nem... van valami tutiszer? Hát nyáron van két hét, amikor kell szednem rá gyógyszert, igen, a parla uh -huh. mert akkor kicsit legyen az immunrendszerem de amúgy nem kell ilyenkor. És tavasszal, amikor pucolod a lovat, és ő majd a nagy ször, tudod, hogy... Hát általában van. azért mi télen is versenyzünk, tehát akkor nem nekünk folyamatosan le vannak akkor, a is van egy fajta szőr. van. akkor is van egy fajta kis Akkor is van egy így van. Persze, de azt akkor is megérzem, ha nem én pucolom. Uh -huh. Tehát bemegyek az istállóba, és hát nyilvánvalóan nem csak azért lovaim vannak ott, nem csak sport, nem csak versenylovak vannak ott, van, aminek nagy szőre van, és hát igen, ilyenkor uh, nehezebb. Uh -huh. Me? kora a teher rajtad, hogy Lázár vagy? Igazából én ezt nem érzem tehernek. Én, én boldog vagyok, hogy, 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 Lázár lehetek, és hogy a, az én ö, elődeim milyen ö, sok sikert halmoztak fel ö, a lovasportban, és igazából erre büszke vagyok. Én ezt egyáltalán nem érzem tehernek. Aha. Hát nem csak arra gondoltam az eredményekre, hanem hogy hát a Vili a lovasport szövetség ugye elnöke, tehát ugye ott van mindenki, tehát ott van a lovasportban. Tehát ugye Magyarul azt lehet mondani, hogy jó helyzetbe vagy, és emiatt mennyire nehéz neked, mert akkor mindenki azt mondja, hogy hát ha valakinek, akkor neked úgymond illik jó szerepelni, mert én... minden, minden ott van. Én úgy gondolom, hogy kellően maximalista vagyok ahhoz, hogy a legnagyobb cél, amit az emberek kitűznek elém, én még annál is sokkal mm -hmm. nagyobbat tűzzek ki magam elé, úgyhogy én ezt egyáltalán nem érzem tehernek. Mm -hmm. Sőt, nagyon jó, hogy a családomnak ilyen rálátása van erre a sportra, és így tudnak engem támogatni. Lóvásárlásban gondolkodsz, vagy most jó ez a? Jelen állás szerint nem, ahhoz először ö, el is kéne adni, és utána ö, venni, uh -huh. de jelenleg úgy gondolom, hogy a ö, idei szezonra, és talán az elkövetkezendő három szezonra megvan oldva a lókérdés, utána természetesen majd kell frissíteni egy kicsit a lóállományt. De úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon kiváló lovakkal dolgozom. Kik az edzőid? Dalos Gyula és Pirik Zsolt. Mm. Pirik Zsoltnál edzem Győrben, Dalos Gyula pedig Dunakeszin van, Dallos Gyulának a bázisa. Hová jársz gimnáziumba? Gödöllőre. És akkor irány Győr, vagy hogy van ez? Hát igen, részben ezért is kell, hogy felnyergelve ott álljon a ló, hiszen nagyon nagy távolságot teszek meg hétvégente. De és, áll... és akkor te vezetsz, beülsz, vész, vagy hogy Hát tör... igen, amióta megvan a jogosítvány, én vezetek, de azért általában pénteken és szombaton ott alszom Győrben, hiszen mm. nekem ott élnek a nagyszüleim. Mm akkor elég pörgős. És amíg a verseny is bejön majd, a verseny is? Hát ez ilyen, szerintem minden sport ö, lemondással jár, és mindegyikhez kell a megfelelő alázat, úgyhogy, úgyhogy nem könnyű, de igazából nekem ez nem is munka, tehát engem ez feltölt, nekem ez a kikapcsolódás uh -huh. is egyben. Most csak egy négy szem közt. van, van olyan dolog, amiről le kell mondanod ami úgy, úgy fáj, úgy néhogy eszedbe hogy inkább most mást de. Nem lehet. Olyan valamilyen? nincs, hogy eszembe jut, de természetesen így nincs olyan sok szabad szabadidőm, tehát mint a velem egy időseknek. de én ezt nem érzem mm -hmm. mondásnak. De tehát nem az ebben semmi, hogy hiányézet, hogy valami mást csinálnál inkább? Nem, bennem nincs egyáltalán hiányézet. Én nyáron, mm, amiatt, hogy csak hetente 3-4 alkalommal tudok edzeni, naponta 5-6 órát szoktam lovagolni, és euh, igazából én bennem ekkor sincs hiányérzet, ekkor aztán végképp nincs időm uh -huh. semmire, tehát azért 5-6 órás lovaglás után ö, senki nem szeretne elmenni a barátokkal moziba, vagy bármilyen szabadidős programot csinálni, de én ezt nem érzem lemondásnak, én örülök, hogy ezt csinálhatom, uh -huh. én akkor vagyok boldog, hogyha lovak közelébe lehetek. Suriban az osztálytársaiddal miről szoktál beszélgetni a szünetben? Gondolom nem a Lua, Nem, téma, nem. hát téma. hétköznapi témákról. Uh -huh. Tehát a ló az viszonylag ritkán merül fel, tehát ők is természetesen megkérdezik, hogy hogy mentem az adott hétvégén, hogy áll a felkészülés, mik uh -huh. az idei tervek, de azért általában nyilván nem erről beszélünk. Uh -huh. Mi érdekel még téged egyébként a ló mellett? Bármit, tehát tény, tényleg szinte bármi, autóktól elkezdve, minden, uh -huh. minden tényleg. Van olyan -e sport, amit megnézel mindig, hogyha csak teheted a tévében? A lovagláson kívül? Igen, igen. Persze, például szeretem a focit, én 8 éves no. korom óta Real Madrid-szurkoló vagyok, és hogyha... Hát most úgy néz ki, hogy most Barcelonának kifogtak egy gyenge edzőt, legalábbis a Barcelonász képest, most a Real Madrid fogja megnyerni a bajnokságot. Hát azért ezzel az edzővel is sikeres volt a Barcelona, még pár éve, de én bízom benne, hogy megnyeri a bajnokságot, és a bajnokok ligáját is egyben. Ha és igazából, az. igazából szabadidőmben ö, az osztálytársaimmal szoktunk focizni, tehát uh -huh. hogy mik ezek a, igen, ö, igen. a szabadidős programok, és én akkor foci kapus szoktam lenni. tehát kapus vagy? Ö, Igen, futszálozunk, uh -huh. és el is szoktunk járni ilyen amatőr tornákra, tehát így, így még ez a lovagláson kívül én csinálok más kiegészítő sportot is persze. Aha. Az jó. És miért nem vagy elől? Jobb neked hátul kapuban hátul lenni? Hát igazából én ö, kiskoromban fociztam is, tehát mondtam, hogy majdnem minden sportot kipróbáltam. Én akkor fociztam ö, gödöllőn a klubcsapatban, és akkor csatár voltam, aztán ö, egyik évben megsérültem, és nem tudtam futni, és beállítottak hátra, és még sokkal jobban ment, mint elő, és akkor úgy ott maradtam. Uh -huh. 18 éves vagy, már jogosítvány is van, tehát már kész, felnőtt ember vagy. Mi van a lányokkal? Hát most jelenleg kapcsolatom nincs, el vagyok én így egyedül egyelőre. De nagyon nem is férne vele. Vagy csak olyan, aki, aki úgy mondta, hátizsákként tudna mindig veled menni, ugye? Hát azért így is szakítunk rá időt, de jelenleg barátnő az... Uh -huh. Bele Beleférne egyébként? Bele, talán bele. Azért arra mindig szakít időt az ember szerintem. <laughs> szóval azért, amire akar... Még ebből a helyzetből is tudna szakítani időt, ugye? Természetesen. Szerintem mindig arra szakít az ember időt, amire igazán akar. Ugye neked a felvételi nagyon fontos, ha jól tudom. Hogy állsz a tanulással? Hát úgy gondolom, hogy elég jó Angolból már van egy 97%-os közép érettségim, uh -huh. és most írom majd az érettségit májusban. Ö, a Pázmány Péter ö, katolikus egyetemnek az állam- és jogtudományi karára fogok felvételezni, és remélem, hogy majd sikerrel járok ott is. Van valami esetleg civil terved, vagy te is, mint? Jogász szeretnék lenni, és emellett szeretném továbbvinni majd a családi vállalkozást, tehát nekem ez az elsődleges, és emellett szeretném csinálni a sportot édesapám még mintáján. Hiszen uh -huh. ők is így csinálják. És akkor te is viszed tovább, tovább, és akkor majd a te gyerekeid is. Hát ez lenne, Tehát, ez lenne az igazi. Van egy ilyen elvárás egyébként? Beszéltek ugye erről, úgy, nem is pont veled, de úgy, úgy családi körben. Mármint a tovább tanulás, Igen, nem, felém. nem, arról, hogy, hogy a lázáraiknak mindig kell, hogy legyen. Tehát ez megmaradjon, ez az örökség is mindig kell, aki tovább viszi majd a... Családi hát, hagyományokat. Hát igazából nem. Én mondtam, hogy a lovaglás terén sem volt presszió, így a továbbtanulás terén sem, de de én ezt tartottam normálisnak. Uh -huh. Tehát a belső meg volt erre. Uh -huh. És mindig is jól tanultam, tehát egy év kivételével kitűnő voltam mind a 12 év alatt. Igen, igen. Magyar csapatokat nem is nézel. Focit? Focit, de, de, de. Fradi, a fradi szurkolok itthon. Igen? Igen, igen, igen. Most csalódott volt, hogy Debrecenben 0-0-át játszott? Hát én bíztam a győzelemben. Uh, igazából nekem nagyapám is Fradi szurkoló volt, és uh, vele néztem még egészen mm. kiskoromban a Fradi uh, meccseket, és innen jött ez a Fradi szeretet. Most uh -huh. mi lesz a Fradival? Nem nyeri meg a bajnokságot, nem lesz kupagyőztes... Hát akkor majd jövőre. Van, ez, van, van az így, hogy az embernek nincs jó szezonja, tehát én az egyéni sportból mm. is tudom. Van olyan, amikor nem jön össze semmi, mm. máskor pedig minden. Tehát ezt tudni kell elviselni, és igazából a kudarcból is pont ugyanígy tudni kell meríteni, mint a sikerből. Mm. Egyébként mennyire ezt szoktál belemélyedni a, a titkokba például egy Fradinál? Csak úgy, mint felületesen, mint mindenki más, csak elolvas az újságot, nézi és ennyi, vagy azért próbálsz megtudni egy-két dolgot, hátsó információt, ami ugye ördöző folyosói információ? Hát igazából a cikkeket a sportújságokban szoktam hmm. olasni, és ö, átigazolási pletykákat persze, Aha. mint, mint minden normális De ember. Csak ennyi, tehát, ennyi, tehát. Tehát, ennyi tehát. jobban nem mélyedsz bele, hogy most mi van a Fradinál, nem, nem, miért, annyira miért nem. van úgy, ahogy van. Nem, 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 annyira nem. Annyira azért nem. A lovakkal foglalkozol inkább. Igen, igen, azért az sok időt leköt. Még a kedvenc lovad. Hát azt mondom, hogy úgy konkrét kedvencem nincs, de talán amelyik a szívemhez legközelebb áll, ő Lacrima di akinek köszönhettem a Wiener 2015-ös hatodik helyemet is, egyéni hatodik helyemet, valamint az idei, nem, bocsánat, tavalyi, fiatallovas magyar bajnoki címemet, amit egy korosztályjal föntem nyertem, hiszen akkor még ifi 15-től 18 éves korosztályban versenyeztem, tehát ő áll a szívem, az a legközelebb, ővel nyertem uh -huh. egyébként a mesterek tornáját is. Mit lehet róla tudni, Herélt? Ő egy 13 éves kanca, és hát hatalmas szíve van, én azért szeretem. Említettem, hogy Írországban kapott egy ilyen bakteriális bőrfertőzést, uh -huh. már a csapatverseny alkalmával sem érezte magát tökéletesen, elég nehézkesen mozgott, érződött rajta, hogy nehezére esik, hogy minimális uh -huh. kis fájdalma van, de de így is úgy küzdött a pálya, hogy négy hiba ponttal és nullával megcsináltam a nemzetek díját vele, is így is legmagyarként tudtam magam kvalifikálni, és éreztem, hogy ehhez neki nagyon nagy uh -huh. erőket kell jelen pillanatban mozgósítani, de, de értem meg, tette, tehát pont ez a gondolat el, Akkor miért is amiről beszéltünk nekem, az érvényes? Nekem arra, hogy mikor sárik, akkor is úgy, úgy is elkerik, mint, mint, aki nem sárik, ugye? Mert sokan ezért félnek magasabb szinten már mond egy kancával versenyezni, mert ez igen, akkor a lovak Igen, igen, hangulatát. nyilván már azért az emberek tudják ö, beállítani azt, hogy ez, hogy ez, az idő mikor jöjjön el, ö, de, de, alapvetően ő ugyanúgy teljesít akkor is. Tehát Na, azért mondom, ő... tehát megadod rá választ, -e, Igen, mert igen, igen. Jött, ő, mindig, hogy... és, és, pont ezért, mert ő mindig kiegyensúlyozott teljesítmény nyújt, és mindig akar a pályán. De csak azért, mert meg akar neked felelni, mert téged elfogadnak, igen, stb, 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 stb. Igen, stb. igen. Stb. És akkor. Egyébként a lú etológiával mennyire szoktál foglalkozni? Mennyire hiszel ezekben a Kommunikációkban. Majd inkább a régi iskolát képviseled? Nem, én úgy gondolom, hogy, hogy ez nagyon helyén való, hogy az emberek foglalkoznak ezzel, hiszen két élőlényről beszélünk, és, és nagyon fontos az, hogy értsük egymás nyelvét. Igaz, ők beszélni nem tudnak, de ugyanolyan érző lények, és ugyanúgy van önálló akaratuk, és én. Nem gondolnám, hogy a mi akaratunkat kell rájuk erőltetni, hanem az az igazán jó lovas, aki el tudja élni azt, hogy a ló ugyanazt akarja, mint amit ő. Volt valami, amit pont ez szerint jártál egy lóval kapcsolatban? Persze, például őróla volt szó, ugye, Látnámadi uh -huh. Felicsitáról akire eleinte jó formán felülni sem lehetett, hiszen félt az embertől, amikor felült a mm. hátára, és hát ilyen hasonló módszerekkel már öltözni, vagy öltözni nem, de zakót felvenni például már tudok a pályán. régen pedig egy ilyen mozdulattól mm. már kiszaladt a világban. És hogy tudtad elérni, hogy megbízom benned? Hogy... Hát építettük a bizalmat különböző módszerekkel. Titkosak? Hát az emberek nem szeretik kiadni a titkát, de hát nyilván vannak ezek a parális módszerek, uh -huh, amiket uh -huh. alkalmaznak az emberek. Tehát olyan hatalmas nagy titok nincs benne. De hát azért van, vannak olyan dolgok, amik ö, nem is módszerek, hanem belülről jönnek. És, és, és általában azok vezetnek igazán sikerre. Ezt maga nem lehet elmondani? Nem, 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 azt, azt nem lehet tanítani, de hát igen, igen, beszéltük, igen. hogy minden sporthoz kell egyfajta érzék, és hát azt tud sikeres spor, ö, lenni a lovasportban, akinek ö, megvan ez a fajta érzéke a gondolatátvitelben, és meg és megvan az a fajta érzéke, hogy az akaratát ö, ne ráöröltesse a lóra, hanem a ló is azt akarja, amit ő. Mikor vannak a fogadhajtó versenyek? Igen. Ki szoktál menni, megnézni? Hát majdnem minden alkalommal, igen. igen. Mostanában, hogy nekem azért elég sűrű a verseny naptán, azért nem minden mm -hmm. versenyre tudok kimenni, de azért világbajnokságokra, európa -bajnokságokra rendszeresen kijárok persze, édesapámnak a versenyeire. Mikor lesz a versenyed most a következő? Következő pont a Mesterek Tornája lesz, március 10-12-i hétvégén arra készülünk jelenleg. Szokott helyen lent. Igen, lent Kaposváron a szokott helyen. A felnőttek között indulsz? Felnőttek között igen, három lovat készítek, kettőt a középkörre, egyet pedig a nagykörre. Melyiket fogod megnyerni? Hát az majd ott el, eldől. Jó lenne jó teljesítmény nyújtani. Én... Jó, nálad a jó teljesítmény? A jó teljesítmény, hogyha ö, saját magamból és a lovamból is ki tudom hozni a maximumot, Mm, nyilván ez kicsit közhelyesen hangzik, de, de, ez, de ez valóban mm. így van. Tehát én akkor elégedett leszek, én szeretnék az első három között végezni, tehát ezt, az, ezt azért így leszögezhetem. Mm -hmm. Erős lesz a mezőny? Mit lehet, lehet már ilyenkor, tudni, hogy kik neveztek? Hát azért szerintem ilyen magyar bajnokság színvonal mm -hmm. minimum lesz mm -hmm. lent Kaposváron úgyhogy ne lesz egyszerű, de mindent meg fogunk tenni. A siker Még egy, érdekében. egy időpont, mikor lesz? Március 10-12-i hétvégén Kaposvárom. Oh, És vasárnap van. rendezik a nagydíjat délután. Mennyivel előtte mész le egy ilyen versenyre? Általában ö, csütörtökön érkezünk. Attól függ nyilván, hogy a verseny milyen messze van, mm -hmm. tehát azért, hogyha mondjuk Hamburgban vagy, vagy van. Olaszországban van, akkor nyilván egy kettő, vagy hogyha nagyon nagyon messze van, akkor három nappal a verseny előtt is megjövünk. Most kaposváron csütörtökön fogunk érkezni, ö, a lovak ö, részt vesznek az állatorvosi ö, vizsgálaton, és utána másnap kezdődik a verseny. Akkor tartunk egy ö, helyszíni tréninget, mm -hmm. és másnap kezdődik a verseny. Na hát, sok sikert hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Kíváncsian figyelni fogjuk akkor nem csak a Kaposvárit, hanem úgy ebben az évben, hogy sikerül akkor ma. Hát, igyekszünk majd az Európa Bajnokságon is döntőbe kerülni, ez az elsődleges célkitűzésem az idei évre, hiszen egy új kategóriába léptem, ahogy már említettem, valamint a Magyar Bajnokságon nagyon jó lenne első három között végezni, és a magyar csapatot segíteni azon az egy-egy nemzetek dián, amin remélhetőleg lehetőséget kapok. A magyar Bajnokság most már rendesen a felnőttek között. Igen, ugye? igen, én már indultam 16 évesen is a felnőttek között. De most most a harmadik és ötödik helyet, helyet el, végezni. most pedig Hát igazából, hogyha első hatban tudok végezni, ö, akkor már nagyjából elégedett leszek, de igazán boldog csak akkor, hogyha sikerül a, ö, az egyik dobogós helyet elérnem. Sok sikert! Nagyon szépen köszönöm. További sportosat! A DINOSPORT híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.